Az éjszaka kapott álom eszembe juttatta a gyermekkoromat, mikor a karácsony előtt édesanyám mindig nekifogott sütni, főzni, finomabbnál finomabb ételeket és süteményeket készített. Akkor még nem voltak nagyon ajándékozások, tehát én nem is emlékszem, hogy akkor a gyermekkoromban kaptam volna én ajándékot valakitől, de valahogy mégis olyan jó eső érzés volt várni karácsonyt, ami valóban akkor a szeretetről szólt. Akkor még nem voltak rohangálások karácsony előtt, nem voltak bevásárlóközpontok. Mindenki megvolt abból, amilyen volt, tehát abból készített süteményt, abból készített ételt, és sokkal jobb hangulata volt, miután bevásárlóközpontokat kezdtek építeni, és a karácsony már nem szólt egyébről, csak a vásárlásról és az ajándékozásról. Már az emberiségnek zöme nem is tudta, hogy mit takar a karácsony, mit ünnepelünk akkor. És amitán családot alapítottam, még mindig bennem volt ez az öröm érzés karácsony előtt. És nem csak bennem, hanem a családban, a környezetemben, mindenütt. Tehát mindenki elfelejtette azt, hogy valakire kéne haragudjon. Tehát nagy volt a szeretet az emberek között. De valóban mind az ének, ahogy mondja, hogyha elmúlik karácsony, akkor minden megváltozik. Tehát minden alkalomkor ez történt. Karácsony után az emberek kicserélődtek. És még akkor hittük, hogy valóban Jézus megszületett. És mindez egy olyan 7-8 éve megváltozott. Akkor már láttuk, hogy Jézus születése valóban egy nagy üzlet. Karácsony már nem a szeretetről szól. Itt arról szól, hogy ki milyen ajándékot tud vásárolni a szeretteinek, ki mivel tudja meglepni embertársait, és pár nap múlva ezekből az ajándékokból már mind csak mocsok lesz, szemét, kacat, és már semmi varázslata nincsen. És mind a tegnap előtti álomban mondhattam, hogy holnap után karácsony, tehát valójában ma karácsony napja van. Az éjszakai álom is erről szól. Vendégeket vártam, ami nagy izgalommal töltött el, de tudtam, hogy nem volt se sütés, se főzés, tehát nem készítettünk olyan ételeket, mint gyerekkoromban. Még az asztal sem volt megterítve, de tudtam, hogy egyetlen ember se hívtam meg, de mégis fognak érkezni. És többször átfutott rajtam a gondolat, hogyha valóban jönnek a vendégek, lesz-e nekik milyen ételt adjak, és lesz-e víz, amivel megkínáljam őket. De valahogy lélekben azt éreztem, hogy ne aggódjak, mert minden van. És izgalmamban többször kinéztem az ablakon, hogy mikor érkeznek. És tudtam, hogy ha megérkeznek ezek a vendégek, számukra meglepetés fog lenni, de még én sem tudtam, hogy mi. Már azt sem tudtam, hogy hányadjára néztem ki az ablakon, mikor észrevettem, hogy a vendégek jönnek. De a vendégek között egy olyan embert láttam, hogy átfutott rajtam a gondolat, hogy gyorsan menjek, zuhanyozzam le és vegyek tiszta ruhát. Ez gyorsan meg is történt, bementem a belső szobába, és ahogy gyorsan történt a tisztálkodás és az átöltözés, a legelső ember, aki bejött a lakásba, benyitott hozzám. Mosolyogva rám nézett, és az ajtót becsukta. Tehát nem jött be hozzám, hanem ők inn maradt. És gyorsan sikerült is ruhát vennem magamra. És az összes vendég még be se jött a szobába, amikor én kimentem hozzuk. A vendégeket helyek kínáltam, és mikor mindenki helyet foglalt, akkor ismét ellenőriztem, hogy minden rendben van-e. Láttam, hogy a kandallóba ég a tűz. Én ezek az emberek közül nem ismertem senkit. De valahogy lélek által éreztem, hogy ezek mind sérült emberek, de nem lelkileg, hanem testileg. És hogy a gyanom be is igazolódjon, egy ember felhúzta a nadrágját, és a térdje be volt kötve. A kötés levette róla, és valamivel bekente, majd újból visszakötte. Az az ember, aki benyitott hozzám a szobába, az kezdett beszélgetni. És mi, akik ott voltunk, hallgattuk. De arra már nem emlékszem, hogy milyen történeteket mondott el nekünk.
hogy mennyi idő telt el ebbe beszélgetésbe, nem tudom. Csak egyszer éreztem lélek által, hogy álljak fel és menjek oda az ablakhoz. Mikor az ablakhoz értem és kitekintettem, amit láttam kint, az meghökkentett nagyon. Amíg mi benn a szobába békésen beszélgettünk, kint tombolt a vihar, és az ablak mellett érződött, hogy kint nagyon hideg van. És a távolban láttam egy nagy forgószeret, amelyik éppen felén közeledik. Nem messze tőlem volt egy ember, és kértem, hogy jöjjön oda. Oda jött ő is az ablakhoz, és kérdeztem tőle, lássa-e mekkora vihar van kint. Ő nézte, de aggódott a válasza, hogy ő nem lát semmit. De ez a forgószél egyre közelebb és közelebb jött a házhoz. De ekkor a levegő már tele volt mindenféle törmelékkel. Tudtam, hogy elég lenne egy pár másodperc a kinti tartózkodásba is. Ez a rövid idő elég lenne ahhoz, hogy az embert megölje. És ekkor a kandallóra pillantottam, hogy éget a tűz benne, és mellette a farakásra, és megnyugodtam, hogy akár egy pár napra is elegendő tűzifa van a kandalló mellé felhalmozva. De ekkor a vihar elérte házunkat. Akármelyik ablakon néztem ki, láttam, hogy körülöttünk, tehát mi a forgószél kellős közepében voltunk. A levegő tele volt törmelékkel. Félelem bennem nem volt semmi. Tudtam, hogy biztonságban vagyunk. És ekkor az ember megszólalt. És az az ember, aki eddig beszélgetett, témát váltott, és mondta, hogy elérkezett az idő, hogy ideje elévegye a féltvel őrzött borát. Ennyi volt az álom, és megértés, amit kaptam lélek által, a következő. A tegnap előtti álomba már megadta a Jóisten, hogy 2 nap múlva karácsony, és a mai nap valóban karácsony van. És meg is érkeztek hozzám a vendégek. És amikor megláttam az utcán, hogy jönnek a vendégek, közöttük megláttam Jézus Krisztust. És tudtam, hogy nekem be kell mennem gyorsan a belső szobába, és le kell zuhanyoznom. Valószínűleg még voltak bennem olyan bűnök, amiről nem tudtam. De mikor megláttam őt, tudtam, hogy ezt le kell mosnom magamról, és tiszta ruhát kell vennem. Ez éppen történt a belső szobában, amikor benyitott hozzám. Látta, hogy mit csinálok, rám mosolygott és magamra hagyott, hogy végezzem azt a feladatot, amit én jónak láttam. De ez gyorsan meg is történt, tiszta ruhát vettem. A vendégek még be se értek mind a szobába, mikor én tudtam fogadni őket. Igyekeztem jó házigazda lenni, helye foglaltam őket, és hallgattuk Jézus Krisztusnak a beszédeit. Mikor egyszer éreztem, hogy mennek az ablakhoz, nézzek ki. Amit láttam, az nagyon durva volt. Tehát nagy vihar volt kint, és a levegő nagyon lehűlt. És akkor átfutott rajtam az a gondolat, hogy vajon van-e elég tűzifa benn, mert tudtam, hogy ez a vihar nem fog hamar véget érni. De akkor megnyugodhattam, mert láttam, hogy egy pár napra elegendő tűzifa van benn. Azt is tudtam, hogy étel is van, és ital is. Hát aggodalomra semmi ok. A távolba pedig feltűnt egy nagy forgószél. Ekkor odahívtam az egyik vendéget, és kérdeztem, hogy ő lássa azt a vihart, a forgószelet, ami közeledik. De ő nem látott semmit, majd visszament, és újból helyet foglalt. De ez a forgószél gyorsan közeledett a ház felé. És tudtam, hogy nem fog irányt váltani, hanem a célpont a mi házunk. És nem kellett sok idő. Az ablakokon láttam, hogy a vihar, tehát a forgószél teljesen a házat magába foglalta, teljesen körbevette, és mindebből nem hallottak és nem láttak semmit, akik benn voltak a szobába. És ekkor azt mondta Jézus Krisztus, hogy elérkezett az idő, hogy a féltve őrzött borát elévegye. De én nem láttam, hogy mit fog elévenni, de lélek által azt éreztem, hogy ez nem az a részegítő bor, amit a szőlőből készítenek. Ez valahogy úgy éreztem, ez teljesen más. De mivel, hogy véget ért az álom,
nem tudhattam, hogy mit vett elé. Amikor láttam a forgószedet, hogy a házunk felé közeledik, tudtam, hogy a házunkat nem fogja kikerülni, tehát a célpont a ház volt. De hála Istennek, kősziklára épült, és semmi félelem nem volt bennem, mert tudtam, hogy a ház biztonságban van, és még az az érzés is, hogy ott van Jézus is köztünk. Azt értettem meg, hogy akik lélek által újjászülettek, azokat meglátogatta Jézus Krisztus. Amíg kint hatalmas vihar tombolt, addig a bent lévő közül senki nem vette észre ezt a nagy vihart, mert a tekintetük nem földi embereken volt, hanem Jézus Krisztuson. Mi nem csak azért voltunk biztonságban, mert ott volt velünk Jézus Krisztus. Most akik magányosan otthon esetleg félelemben vannak, hogy valóban, hogyha jön a nagy vihar, ők hogy fogják túlélni, aggodalomra nincsen semmi okuk. Főleg, hogyha lélekbe újjá vannak születve, mert biztosak lehetnek abban, hogy mindenütt ott van Jézus Krisztus. És akár egyedül vannak, akár többen, nem fog semmi bántódásuk érni. Mindenképp ez a nagy vihar meg fog történni, ez akár a mai nappal is kezdetét veheti. Ezt nem tudja senki, hogy mikor fog jönni. De amint láthattam, nagyon sokan ebből nem fognak semmit észrevenni. De valahogy én is, mikor láttam, hogy a kandallóba ég a tűz, és pár napra elegendő tűzifa van a kandalló mellett, valahogy kaptam egy lelki nyugodtságot, mert tudtam, hogy ez a vihar nem egy-két napot fog tartani, talán hármat, nem lehet tudni. Hamarosan ítélet alatt fog lenni a világ, és valaminek történnie kell, hogy az emberiséget ébredésre bírja. Mert nekem is, mint minden embernek, minden napon vágyakozással telik el, hogy már végre mikor jön el az a pillanat, mikor az emberek fel fognak ébredni, hogy már ennek a szenvedésnek legyen vége, ami napról napra nem, hogy enyhülne, hanem fokozódik. És a hétköznapi embereknek egyre nehezebb és nehezebb a dolguk, a sorsuk. És valóban a mai nap a karácsony napja. Sok lélek számára visszajött Jézus Krisztus, habár mindig mellettünk volt, közöttünk volt, de most ki is jelentette magát. És ma tényleg karácsony van, akkor 5 nap múlva év vége van. Tehát még maradt 5 nap az évből. De hogy ez a nagy vihar az év végéig, hogy meg fog-e történni, azt én nem tudhatom. De mindenképp Isten megmutatta, hogy ez a vihar meg fog történni. És erről a nagy viharról még gyerekkoromban is hallottam, ami 3 napos sötétségbe lett leírva. Én senkit nem akarok ez az állam által megijeszteni, sőt, örömet akarok szerezni minden ember szívébe, hogy nagyon sok embernek ez a vihar megváltás fog lenni. És ez akár egy új élet kezdetét is jelentheti sokak számára. Na, ennyit szerettem volna mondani. Isten áldjon. Sziasztok! Eszembe jutnak Pál apostol szavai, aki azt mondja, hogy ha valaki nyelveken szól, akkor legyen valaki más mellette, magyarázza meg. És hát most nem úgy történt, hogy Ferenccel egymás mellett ülünk, vagy egymás mellett vagyunk, hanem úgy, hogy ő kapta ezt a nyelveken szólást. Többször beszéltem arról, kedves hallgatók, hogy ami történik ebben a modern kereszténységben, ami megjelent néhány éve Magyarországon és Erdélyben is, hogy az emberek ilyen halandzsa nyelven beszélnek, ilyen érthetetlen nyelven beszélnek, úgymond ilyen harabara nyelven beszélnek, az nem Istentől van. Én ezt alázattal mondom, féltől mondom, hogy aki ilyen helyen van, az vegye ilyettét a dolgoknak, és meneküljön meg. Meneküljön arról a helyről, térdeljen le, fohászkodjon a feltámadt Krisztushoz, nyissa meg a szemeit, értsen meg azt, hogy mi az, hogy nyelveken szólás. Nyelveken szólás az, amit Jézus is művelt. Nem olvashatjuk sehol, hogy Jézus úgy beszélt, hogy teljesen össze-vissza, meg érthetetlen módon, hanem ellenkezőleg úgy beszélt, hogy mindenki megértette. Mindenki megértette, mindenkinek az ő nyelvén szólt. És azt mondja János róla, hogy megnyitá ajkait példabeszédekre, példázatokra, és példázatok nélkül semmit sem mondott. Tehát Jézus folyton nyelveken beszélt, nyelveken szólt. De hogy szólt ő nyelveken? Így. Tehát példázatokkal, képes beszédekkel, allegóriákkal, mint tudjuk.
aki olvasta a négy evangéliumot, tudja, hogy beszélt Jézus nyelveken, új nyelveken. És nem csak úgy beszélt, hanem most is úgy beszél, hisz az ő gyermekeinek, akiket ő kiválasztott ebből a világból, megváltott, kifizette a váltságdíjat értük, akik feltámadhattak a lelki halálból, az ő szavai által, a bűnök bocsánata által, akik hozzá tartoznak, azokon keresztül ő ma is szól nyelveken, mint ahogy most nyelveken keresztül szólt Ferenc által. Mert ő adta neki ezt a példázatot, ezt a képes beszédet. És néha úgy kedves a mindenható Istennek, hogy egyik kapja a képeket, a nyelveken szólást, és a másik kapja a megértéseket hozzá. Erre a videóra szintén nem készültem, nem volt szándékomban erről beszélni, de úgy érzem, hogy fontos, hogy erről a kijelentésről szóljak, amit Ferenc kapott. Noha ő is lényeget elmagyarázta, elmondta, úgy éreztem, hogy fontos hozzáfűzni néhány dolgot, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá mindenki számára, aki hallotta ezt a karácsonyról szóló példabeszédet Ferenctől, hol az álmok véget érnek YouTube csatornán, hogy megértse, hogy miről szól ez a kijelentés. Három dolgot szeretnék kiemelni ebből a beszédből, amit ő is kiemelten hangsúlyozott. Egyik a tűz, a másik az étel, és a harmadik az ital. Tűz, étel és ital. Fontos legyen mind a három. Legyen tűzifa, legyen étel és legyen ital. És nem úgy, mint a Covid előtt, hogy az emberek elfutottak a boltba, és vásároltak maguknak, amit olvastak a Facebookon, mit kell vásárolni, budipapírt és cukrot. Nem úgy, emberek. Tűz a szívünkben, úgy, ahogy Jézus mondta, hogy mondja János Jézusról, hogy én vízzel keresztelek titeket, de nagyobb az, aki utánam jő. Tehát én, amikor ezeket a szavakat mondom, én is vízzel keresztelek. Elmondom az alapokat, elmondom a lényeget, és elmondom azt, hogy aki utánam jő, hogyha eljő hozzád, nem mindenkihez jött el. Akik hallották a kiáltó szót, nem mindenkihez jött el Jézus. Valamiért nem jött el. Biztos voltak valami féltve őrzött kincsek a szívükben, bűnök, titkos dolgok, amiket nagyon szeretnek és amihez nagyon ragaszkodtak. Azt nem tudták elengedni, vagy nem akarták letenni, nem fohászkodtak Istenhez, hogy vegye el tőlük, és ezért hozzuk nem jött el Jézus. Ahogy mondta Ferenc is, hogy igen, Jézus eljött, sokakhoz eljött ő már, és tanítja őket. Tehát aki utánam jő, mert én bizonságtevő vagyok, Ferenc is bizonságtevő, többen vagyunk bizonságtevők, mi elmondjuk, hogy van valaki, aki személyesen eljön hozzád, hogyha te vágysz arra, hogy megismerd az igazságot, és meglásd, hogy mi van a szívedben, ami elválaszt az élettől, ami téged megbetegít, úgy testileg, mint lelkileg. Hogyha vágysz arra, hogy találkozz az igazsággal, akkor eljön hozzád is személyesen, félreérhetetlen módon fog eljönni hozzád. Tudni fogod, hogy ő a feltámadt és a ma is élő Jézus Krisztus. Szóval ő utánunk jön, a bizonságtevők után jön. Tehát a bizonságtevők által az emberek hallják, hogy van ilyen, hogy nem kell templomba járni, nem kell gyülekezetbe járni, úgy, ahogy azt gyakorolják az emberek, mert ő eljön személyesen mindenkihez, és megkereszteli, akikhez eljön, azokat megkereszteli tűzzel. Tehát ez a víz, a bizonságtétel, amit a kiáltószor hallotok, vagy amit hallottatok Ferenc által is, és sok bizonságtevő, egyre több bizonság, dicsőség a mindenható Istennek, és az Úr Jézus Krisztusnak, hogy egyre több a bizonságtevő, akik elmondják, hogy hozzuk, hogy jött el a Krisztus, hogyan támadtak fel a lelki halálból. De a bizonságtevők vízzel keresztelnek. Nem a szó szoros értelmében, hogy tóban, vagy egy folyóban, vagy fürdőkádban, hanem az élő Isten beszéde által, a törvény kijelentése által, a Jézusról szóló bizonságtétel által mi vízzel keresztelünk. Aki hallja most e beszédeket, az vízzel van megkeresztelve, és az a víz lemossa róla a mocskot, a bűnt az ő szívéből. Hogyha ő mer szembesülni, vágyik a szembesülésre, Isten megadja neki ezt a kegyelmet, ez a víz, amit általunk kap, az lemossa róla a mocskot az ő szívéről, és megbánja a bűneit. Hogyha ez megtörténik, na utána jöjj el Krisztus, az ő második eljövetele, hogy hallani fogja őt, és megkapja a tűzkerességet. Azt mondja János, és a bizonságtevők azt mondják, hogy aki utána jön, János után, az tűzzel fog keresztelni, és szent lélekkel. Tűzzel és szent lélekkel.
És aki ezt a keresztséget megkapja, a tűzzel és szentlélekkel való keresztséget, az már kapott meghívót, és nem csak meghívót, hanem belépőt is a mennyek országába. És ha mindvégig kitart, akkor teljesen biztos, hogy meg fogja látni a mennyek országát. Szóval, aki utánunk jön, aki utánam jön, az nagyobb, mint én. Annak a sarulya szíját sem vagyok méltó megoldani, mondja János, mondhatom én is. És mondhatjuk ezt mindannyian, akik bizonságtevők lettünk. Visszatérek a példabeszédre, a kijelentésre, amit kapott Ferenc. Azt mondja, hogy kell legyen tűz, kell legyen bennünk tűz, meg kell legyen a tűzkeresség, kell legyen fa, és tűz a kandalóban, a mi szívünkben. Ahhoz, hogy valaki túlélje azt, ami most jönni fog erre a világra, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, hogy ne menjen vissza a világba, aki megmenekült. Szükség van a tűzre. Ha nincsen tűz a szívedben, akkor térdelj le, amíg nem késő, és vald meg, és mondd ki, hogy nincsen tűz a szívedben. Vagy kialudni látszik a tűz a szívedben, már nincsen meg a szenvedély, a szerelem tűze, az igazság szerelmével. Vald meg, és mondd el, hogy nincsen tűz a szívedben, és könyörög, és talán Isten megadja neked. Mert tűz nélkül itt mindenki meg fog fagyni, a szívek újból jéggé fognak dermedni. Ahogy mondja Jézus, le van írva a Máté evangéliumának a 24. részében, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Ez történik most, ez folyamatban van. Ezek az ő visszajövetelének a jelei. Ezt tapasztaljuk a világban, hogy a szeretet sokakban meghidegül. És hogyha nincsen tűz, akkor ez bennem is megtörténhet. Benned is megtörténhet sajnos. Ha nem kaptuk meg a Szentlélek kerességet, és nem ragaszkodunk ahhoz, és nem végezzük azt, amire Isten adta a Szent Lelket, akkor megtörténik, hogy kialszik belőlünk a tűz. A tűz az úgy marad égve mi bennünk, hogyha azt a munkát végezzük Szent Lélek által, amire Isten adta a Szent Lelket, a tüzet, az igazság tüzét. Az étel és az ital mind a kettő nagyon fontos. Az ital az, amit most hallasz, ez az ital, erről beszéltem korábban is. Az ital az, hogy ismerjük, megismertük Isten kijelentéseit, és benne van a szívünkben, az elménkben. És az étel az, hogy azt mi megcselekedjük. Tehát enni Jézus testét azt jelenti, hogy megcselekedni azt, amit ő mond. Amit ő mond, az az ital. Az ő vére az ital. Jézus Krisztusnak a vére az ital. Az ő szava az ital. Tehát a vérben van a lélek. Jézus beszéde lélek. Ezt mondja Jézus. Az én beszédem lélek. A lélek pedig a vérben van. Tehát Jézus vére az ital. Tehát ismerjük-e Jézus Krisztus beszédeit? Te személyesen megismerted-e? Vagy csak annyit ismersz abból, amit tőlem hallottál? Általam hallottál? Te elolvastad-e? Megteltél-e? Megismerted-e? Megszeretted-e azt? Ittad-e az ő vérét? Van-e vér? Van-e ital nálad? Kenyér van-e? Kenyered van-e? Tehát cselekszed-e azt, amit tőle kapsz, amit tőle hallasz? Bizonságot teszel-e arról, hogy mi történt veled, mi történik veled, hogy miért változtál meg, elmondod-e embertársaidnak, hogy hogyan történt a változás az életedben, hogy mit vesztettél el, és mit kaptál, elmondod-e, hogy miért volt szükséged arra, hogy megismert Isten kegyelmét Jézus által, az ő szavát, erről beszélsz-e, tehát megcselekszed-e azt, amit Jézus mond neked, van-e neked ital és étel nálad? Az álomból egyértelműen kiderül, hogy borzalmas idők jönnek, nehéz idők jönnek, és hogyha a világ ezt nem is fogja látni, teljesen biztos, hogy Isten gyermekei számára kemény megpróbáltatások jönnek, mert különben senki sem menekülne meg. Különben tovább sántikálnánk kétfelé, balra is, meg jobbra is, de aki balra is és jobbra is sántikál, az nincs, ahogy megmeneküljön. Aki langyos, nincs ahogy megmeneküljön. Csak az menekülhet meg, akinek a szívében tűz van. Bármi is legyen a megpróbáltatás, fogalmam sincs. Eddig is voltak, vannak erről filmek is. Ugye a Richard Burbanról szóló film egy nagyon jó példája annak. Megkínozva Krisztusért. Meg van mutatva, hogy milyen volt a Krisztust követők sorsa azokban az időkben. Ilyen most is történhet. De hogyha nincsen tűz a mi házunkban, a mi szívünkben, és nincsen ételünk és italunk, akkor veszélyben van a házunk. Az a vihar összedönti a házunkot.
megtörténhet az, hogy a vihar összedönti a házunkat. A másik nagyon fontos motivuma ennek a beszédnek, ennek a nyelveken szólásnak, amit kapott Ferenc, az, hogy jönnek majd a vendégek karácsonykor, mert Jézus hozzánk visszajött. Itt van nálunk, a szívünkben. De mivel, hogy kint vihar van, és megpróbáltatások, lehet ez tényleg földrengés is, vagy bármi más, ami megrengetheti az emberek életét. Itt szeretném hangsúlyozni, drága embertársak, azt, hogy aki ragaszkodik a COVID előtti életéhez, az döntött a halál és a kárhozat mellett. Ismétlem, aki azt az életvitelt akarja tovább folytatni, amit a COVID előtt folytatott, az az ember döntött a halál és a kárhozat mellett. Amennyiben egy hirtelen katasztrófa következtében a teste meghal, a lelke el fog veszni. Mi elmondtuk sokszor, a bizonságtevők elmondták, hogy annak véget ért az az életvitel, az véget ér, mindenképpen véget fog érni mindenki számára. De aki ahhoz ragaszkodik, az az életvitelhez, amit folytattunk a COVID előtt, az még jobban bele fog menni az illúzióba, oly annyira, hogy nem fog tudni fejlődni, és a lelke teljesen el fog torzulni. Menthetetlenné fog válni az ő lelke. Tehát aki nem tud megbarátkozni vala gondolattal, hogy Isten és Jézus nem egy ilyen egy modern keresztény életet szán nekünk anyagiakban duskálva, földi jólétben, hanem ellenkezőleg azt akarja, hogy elszakadjunk a földiektől, a testiektől, és lelkiekben váljunk, úgymond gazdaggá, mennyei kincsekben váljunk gazdaggá. Ezt akarja, mert a mi életünk nem a földön van, itten csak vendégek vagyunk addig, amíg itt lehetünk, csak bizonságtevők vagyunk. Én nem itt akarom a mennyországot berendezni magamnak, hanem azt akarom, hogy meglássam azt, amiről Jézus beszélt, és amit ő állandóan látott, és ahova ő felment, miután legyőzte a halált. Tehát a szorongatás hatására következtében sokak még talán fel fognak ébredni, és fogják keresni a bizonságtevőket. Ahogy Pál apostol mondta, tehát hogyha a prés megnövekszik, akár földrengés, akár háború, akár éhínség, akármi következtében, akkor igaz lesz, amit Pál apostol mondott. Most nem annyira igaz sajnos. A kórházakban igaz, a börtönökben igaz, de idekint szabadlábon, ebben a gazdag európai jólétben nem igaz, amit mondott Pál apostol. Hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Utálnak minket, gyűlölnek minket. Engemet is sokan gyűlölnek. Vannak, akik szeretnek, mert megérthették, hogy Istenből szólok, Krisztus által szólok. De akik ragaszkodnak a földi kincseikhez, a bűneikhez, azok gyűlölnek engemet. És nem csak engem, hanem az összes többi bizonságtevőt. Szóval bármilyen katasztrófa is történjen, meg fogjátok látni azt, hogy az emberek újból keresni fogják Istent. És akkor a kérdés az, hogy Isten gyermekeinél van-e ital, van-e vér, víz és vér, ital, tehát van-e kijelentés, van-e ismeret, és van-e kenyér, hogy megosszák az ismeretet. Ital és kenyér, van-e nálad? Tűz a szívedben, hajlandóság a szívedben, hogy megoszd azt, amit kaptál, megtört a kenyeret és szétoszt. Van-e a te szívedben? Például, akik hallják ezt a felvételt, és még nem bizonságtevők, én senkit nem károsztatok, hanem ellenkezőleg az itt mondom azt, amit mondok, hogy aki még nem bizonságtevő, fohászkodjon, hogy váljon bizonságtevővé. Ahogy mondta Jézus, én titeket nem ítélek el, mert nem vagytok bizonságtevők. De ezek a szavak titeket el fognak ítélni az utolsó napon, mert Jézus bizonságtevőket jött azért jött, hogy bizonságtevők szülessenek ezen a földön. Hogy azt a munkát, amit ő elkezdett, azt mi tovább folytassuk addig, amíg élünk. Aki nem bizonságtevő, ott nincsen tűz, emberek. Ott nincsen kenyér és nincsen tűz. De tűz és kenyér és ital nélkül az ember el fog veszni, a lélek el fog veszni. Ügyeljetek, emberek, féltőn mondom, amit mondok. Féltőn. Nem kárhoztatásképp, hanem azért, hogyha magadra ismersz, hogy már régóta hallgatod a bizonságtevőket, és tudod, hogy igaz, mert Isten bizonságot tett a szívedben, hogy igaz, amit mondok, és még nem vagy bizonságtevő, térdelj le, és kérd Istentől ezt a kegyelmet, hogy mutassa meg, mi van a szívedben, ami téged akadályoz abban, hogy bizonságtevő legyél.
megláthasd azt, és megszabadulj az akadálytól, hogy lehess bizonságtevő, mert a nagy szorongatatásban, a nyomorúságban a teremtett világ sóvárogva fogja várni Isten gyermekeinek a megjelenését. Lesznek olyan ateisták, vagy olyanok, akik mostanit tegyük fel a New Age-ben voltak, a modern vallásokban voltak, és rájöttek, hogy hazugság az, fogják keresni az igazságot. Lesz-e, aki megvendégelje őket? Lesznek-e olyan személyek, akiknél van ital, és van étel? Jézus vére, az ő kijelentése, és étel, amit ugye megtörünk és megosztunk embertársainkkal. És van-e tűz, ami azt adja nekünk, hogy osszuk meg, tegyünk bizonságot, örömmel, szeretettel, lelkesedéssel, kedvességgel, de igazsággal, béketűréssel, megfelelő szigorúsággal osszuk meg, amit mutat a mindenható Isten. Ne csináljunk poént az ő szavából, egyáltalán se az ő nevéből, mert akkor szembe menjünk a második parancsolattal, hogy Isten nevét hiába vesszük. Erről szól az álom, drága embertársak, erről szól a nyelveken szólás, a példabeszéd, amit mond Jézus Ferenc által. És hogy 5 nap múlva a szilveszter évvége, hát hogy ez mit jelent, nem akarok találgatni, teljesen biztos, hogy valami véget fog érni. Elképzelhető az illúzió, amiről mi beszéltünk folyamatosan, és az igazság az, hogy én is elkezdtem kételkedni. Mennyi atyám könyörül rajtam, kezdtem kételkedni én is, hogy igaz az a kijelentés, hogy a Covid után rosszabb következik. Mert a Covid után olyan kövér és vastag illúzió következett, ami tényleg azt okozta, hogy az embereket szétválassza. A szétválasztódás megtörtént emberek. Februártól kezdve, egészen pontosan, hát ez az év a szétválasztás éve volt emberek. Ezért volt ilyen brutális az illúzió. Kényelem, pénz, minden volt, szabadság, szórakozás, szórakoztatóiparnak bármelyik termékét tiszta ingyen megkaphattad. Volt egy, úgy is mondhatnám, volt egy utolsó esélye a sátánnak, hogy megszédítse az embereket magához, hogy akik léhák, akik kétfelé sántikálnak, a két szívűeket magához vegye a sátán, és Isten is, Krisztus is az ő csapatjába gyűjtse azokat, akik ragaszkodnak hozzá az ő szavához. Erről szólt 2024. Ez a 9. hónap, drága embertársak. Én most egy órán keresztül sorolhatnám, hogy milyen jeleket kaptunk arra vonatkozóan, hogy ebben a hónapban fog történni valami, már korábban. Álmok, kijelentések, érdekes véletlen egybeesések, meg jelek, meg minden, csodák, amelyek a szeptemberre utaltak, és most utóbb pedig a szeptember 15-re utalnak. Hogy mi lesz, elképzelhető, hogy nem egy világvége, nem lesz, hogy mondjam, a Föld nem fog szétrobbanni, nem erről van szó, hanem annak a világnak a vége, amiben éltünk mostanig, az illúzió vége, és amikor véget ér az illúzió, sokan menekülnek újból az öngyilkosságba és a pokolba, mert az öngyilkosság az kárhozat emberek. A gyilkosság kárhozat. Isten nem akarja, hogy eldobjuk azt az életet, amit tőle kaptunk ajándékba. Ő elveszi a megfelelő momentumba, és a lelket felemeli az ő királyságába, vagy az ő országába. Aki többször mondtam, hogy nekem is volt ilyen, másnak is volt ilyen, több barátomnak volt ilyen, szerintem a legtöbb modern embernek megfordult a fejébe az öngyilkosság gondolata, de Isten többször elmondta, kijelentést tett, hogy az egyenlő a kárhozattal az öngyilkosság. Ügyeljetek, emberek! Féltőn kiáltom, ügyeljetek! Tehát, hogyha összedől, világvége lesz 2024. szeptember 15-én, véget fog érni az illúzió, amiben éltünk mostanig, akkor megtörténik az, ami történt Covid-ban is, amikor is nagyon sokan lettek öngyilkosok a világ minden pontján, főképp azok, akik ide lent berendezkedtek, híres és neves emberek, gazdag emberek, akik megbarátkoztak a gondolattal, hogy nekik most már minden oké, most már elérték a mennyországot itt a Földön, megvalósították önmagukat, és amikor a Covid megmutatta azt, hogy mennyire ingatak az ő földi királyságuk, az ő földi mennyországuk, akkor mentek és felakasztották magukat. Ez történt a Covid-ban, emberek. És most ismét ez fog történni, hogyha bekövetkezik szeptember 15-én a világvége,
ennek a hazug világnak a vége, vagy valami durván megrengeti ezt a világot, akkor megtörténhet az, hogy megint tömegesével lesznek öngyilkosok az emberek, aminek az oka a részben az, hogy akik megismerték Isten szavát, az ő igazságát, elhallgatták azt, elrejtették azt, nem tettek bizonságot. Hiába, mondta Jézus, hogy nem rejtethető el a hegyen épített város. Tehát bennünk van a hegyen épített város. Jézus Krisztus, bennünk van a hegyi beszéd, az ő beszéde bennünk van. Mi vagyunk az. És hogyha mi bujkálunk és elrejtjük magunkat, akkor hogy lássa meg a világ azt, hogy van lehetőség a feltámadásra. És hogy bármi is történjen odakint, a külső világban, a belső világunk békességben lehet Istennel. Mert hogyha meglátjuk és megbánjuk a bűneinket, amelyek miatt kaptuk a fájdalmat, a betegséget, akkor megtisztul a lelkünk, és lesz békesség a mi lelkünkben. Ezt mondja az élő Isten, a mindenható Isten. És az államnak az a jelentése, hogy a bizonságtevőknek bőségesen lesz munkájuk. Bármilyen katasztrófa legyen, és megtörténhet az, hogy az Úristen magához szólítja az ő gyermekeinek egy részét, akik nincsenek felvértezve, tegyük fel. De akik fel vannak vértezve, és akiknek munkálkodni kell az ratásban, a szőlőben, azok itt maradnak, és azok majd vendégül látnak embereket, akik keresik az igazságot. És milyen gyönyörűséges az, hogy a vendégek között ott volt Jézus is, mert azt mondta, hogy ketten vagy hárman találkoztok az én nevemben, ott vagyok én is közöttetek, és kijelentem magam nektek, és megvendégellek, kibontom azt a finom bort, amit én számotokra készítettem, kijelentem magam nektek, imé az ajtót előtt állok és zörgetek, hogyha meghallod az én szómat, mondja az Úr Jézus, bemegyek hozzád, és veled vacsorázok, veled vacsorálok, és te én vele, és ő hozza az ételt, az eledet, a finom bort, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!